Üdvözlöm, kedves barátaim! Ebben a videóban egy ilyen kis bensőséges dolgokat megosztom veletek. Anyukámról lesz szó, ugye nekem is van anyukám, mint a másoknak. Idáig több ismerősömnek én már voltam segíteni az anyukáknak, amikor már nincsen gyógyítási út, hanem csak fel kell készülni az utolsó vizsgához. És többféle állapotok voltak, voltak olyanok, akik 24 óra múlva vagy belül elhagyták a testüket, valakiknek még egy jó folyamata is volt, egy pár hónap, de minden, ennek az anyagi világnak ez a vége, hogy vége lesz ennek a testnek a működésének. Lesznek a mi apukánk, anyukánk. Apukám még 88-ban elhagyta a testét, vagy a világot, és anyukám most, hát már egy ilyen utolsó fél év, úgy látszik, hogy ő tudatosan valamilyen szinten ezt csinálja. És ez egy természetes, mert volt egy feladata, amikor férjhez ment, volt egy férje, akkor voltak gyerekek, ugye volt egy lánya, vagy van egy lánya, egy fia nevelte, akkor ez volt az ő feladata, életmisszió. Utána, amikor a férje eltávolodott, de még próbálta tovább drukkolni a lányának, a fiának, aztán az unokákat, neveltem, ez is egy misszió, unokákat nevelni. Most már nagyok az unokák, és vannak már dédunokák, de akkor úgy látszik, hogy most már ő nem látja életnek a misszióját, és ezért úgy szokták mondani, hogy elengedte magát. Ez azt jelenti, hogy nem foglalkozik az életével, és ennek kapcsán test már így gyorsabban öregszik, és akkor így megy kisebb-kisebb, és akkor így megy a eltávozási folyamat. Természetesen, ami legfontosabb, amikor kapunk öregkort, vagy nyugdíjkort, hogy ember nyugdíjba megy, és nem kell dolgozni, ez Istennek az ajándéka, hogy akkor ember jó, növeljen ki az unokákat, de egy nagy rész az időből szálljon az Istenre való Istennel való kapcsolat építésére, magyarul lelki életre. És mert a halál pillanat az egy vizsga, és az meghatározza, hogy hova megyünk. Ezért, hogyha valaki készült, az nagyon jó, de ugyanakkor készült vagy nem készült, mindig jó jön egy segítség ilyenkor, egy kicsit bátorítani, és egy pár lelki tanáccsal ellátni. Természetesen, hogyha mondjuk most, hogyha megint nézzük az anyukámnak az esetét, természetesen van kórházban, tegnap be kellett vinni, mert összeesett, és meg kell vizsgálni, és meg kell gyógyítani. De hogyha nem most, akkor egy kicsit később, de a vége az lesz, és itt a legfontosabb, hogy inkább felkészüljünk a végére, és még nincsen, mint hogyha hirtelen jön, és nem vagyunk felkészülve. És így mind a kettő kell igyekezni, és testet is meggyógyítani, meg kideríteni, mi a probléma, törődni a testtel is, de amúgy lelki felkészülés, amíg a születés óta is mehet, az nem csak ilyenkor kell. Lényeg a lényeg, most akkor ott van ülői úton egyik kórházban. Voltam ma kétszer ott, ugye tegnap bevitték a sürgősségére, aztán nem volt lehetőség átvinni kórházba, miután a vizsgálatokat végezték, vártak helyet, mert nem volt hely. Képzeljétek el, hogy a sürgősségén olyan nagyobb forgalom van, ahogy érkeznek a mentők, mint a Ferihegyen, vagy Liszt-Ferenc repülőtéren a repülők. Ugye ott is eléggé sűrűn szállnak le,
az egy kicsit jobban oda érkeznek a mentők. És ez jó, hogy lássunk ezt az oldalt is, hogy nem csak a fényes oldalát az életnek, hanem valamikor mi is ott leszünk, és az a személy, aki lelkileg fel van készülve, akkor számára nem létezik olyan, mint halál. Igen, nagyon kedvesek ott voltak, ugye amikor reggel mentünk, akkor próbáltunk a sürgőségében megtalálni, akkor ott mondták, hogy Omar elvitték, először mondtak vizsgálatra, utána mondtak elvitték, már átvitték már a kórházba, ami nincsen messze, átsétáltunk, ott mondták, nem láttunk meg ilyet, akkor a beteg regisztrációval, hogy más neve van, beteg felvétel. Oda lementünk, ott már mondták a szobát, felmentünk a szobára, ott még nincs, mondták, akkor még vizsgálatokon volt. Aztán most is délután elmentünk, mert mondták, hogy nagyon nagy meleg van, nincsen légkondi, és vittünk egy kis ventilátort, egy kis innivaló vizet, ilyen kis gyümölcslé, ugye erő már annyira nincs, hogy fekszik, és akkor, hogy gyümölcslé, amit tudjátok, így ki lehet szopogatni, ilyen kis pürésféle banánt, aztán vizet, hogy csak ki lehet nyitni, és akkor így kiinni ezzel a kis valamivel. Ja. Nagyon kedvesek ott, akik dolgoznak, mert a fogadás, vagy a beteg látogatás időn kívül már csak tudtuk menni, de nem volt probléma. Ami nagyon jó, ez is egy pozitív, hogy anyukám tudatnál van, teljesen oké. Ilyenkor lehet kommunikálni és segíteni, mondani dolgokat. És megint kettő dolog, hogy nézzünk a testet is, hogyha lehet, akkor lehet, nem probléma, vagy jó is, hogyha még meg lehetne gyógyítani. Őszintén mondom, nem úgy látom, de lelki felkészülés az a legfontosabb, mert ekkor, ebbe a utolsó pillanatban már senki nem tud nekünk segíteni, csak Krishna, vagy Isten. Akkor kicsit erről beszéltünk, mivel ő mindig hívő volt, neki nem volt probléma, hogy Isten létezik, az nagyon jó, sokat imádkozott, most is imádkozik, és énekel Hare Krishna mantrát, így magába, az is nagyon jó. Aztán majd nézzünk, majd megyünk még holnap hozzá, szombaton, akkor még vasárnap meglátogatjunk, aztán utána el kell mennem misszióra. Nézzük, hogy alakul, és majd gondolom érdekel, mert ez egy sokszor félelmetes, érzékeny pont, téma, amit beszélünk, de ne legyünk strucok, ez a életnek a része, a halál, életnek a része, és tanuljunk, hogy hogy működik, és ahogy mondom, aki lelki életet gyakorol, az fog csak érezni, hogy a halál félelem az el fog menni teljesen. Mert halál azok számára van, akik testtel azonosítják magukat, akik lélekkel azonosítják magukat, azok számára nincsen halál. És hogyha van nekünk segítők, akik tudnak halál pillanatban segíteni, mert ember egy kicsit aggódik, ha valaki nem egy kicsit, hanem teljesen pánikba esik, hogy most nem akarok meghalni. És hogyha van valaki mellettünk, egy lelki, hiteles személy, akkor ő szépen tud segíteni, megnyugtatja, és szépen-szépen lépésről lépésre tud vezetni minket, és felkészíteni a vizsgára, utolsó vizsgára. Jó, akkor ez volt a téma, majd, hogyha lesz valami változás, még jelentkezünk. Ami fontos ebből egyik tanítás, hogy velünk is ez fog történni, és akárhogy próbáljuk bulikkal és tévével elmosni ezt a realitit, annál rosszabb, mert kikerülni nem fogunk tudni. És ez nem jelenti, hogy ilyen, jaj, meghalok, abban a tudatban kell élni. Nem, mert lehet élni normális életet, de lelki gyakorlat kell.
és akkor rendben lesz. Mi a lelki gyakorlat, ami a leglegjobb és legfontosabb, ez a Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jó, köszönöm szépen, akkor majd jelentkezünk, hogyha valami változás lesz. Hare Krishna.